meghagyják, lerombolnák. Az a tégla még 100 évig sem fog elrohadni. Nem mutatok itt kéne egyszer se? Nem. Itt is na, mit mond a csaj? Ez mondja, hogy sorszám szerint ki van keresve a számítógépből. Nem mondom, éppen azért minek a papír. Máma megy a pancsolóba. Éppen zuhog a hőt, ugye? Ne húzzál, gyerek! Ez a pálma fág a balózsért. Ez is egy medence. Ezt a fejtve. Kiárat. Ez a kiárat visz a rokonokhoz. A Híd utcához. És a kis cukrászda, ahol kézműves sütemények kaphatók. Itt szoktunk sütizni. Kis vonat jött valahova. Nagyon érdekes. Várjál. Na, igen. És ág van rajta. Tobozon egy ág. Nagyon érdekes. Fenyő. Ne mamázzál. Nincs itt a te mamád.
Ez a pörgős húzda. Az működik, akkor meg kidegy a vízben. Nem baj, hát úgy csinálok mindent, mint az orosz. Tudod már, hogy marha jön, hogy így ebbe az állapot. Sőt, nekem már az ember hatáltam. Mit rejöttem volna az ember? Egy bálna. Na, oda is oda megyünk. Nem, itt van az a kapu. Nem hullámzik, de az előbb ebből spriccelt a víz. Majd talán, ha visszafele jövünk. Almási kastély. Ezt a fát még talán a grófok ültettették. Most van felújítás alatt. Tulajdonképpen az almási kastélynak a pont. Itt létesült a fürdő. És mindenhol virág. Meg ott az öreg platánok. Még füreden sem voltak ekkorák, ha jól jöjjük. Ilyen szobrok vannak itt eldugva, dobva.
Hangos evősarkunk. És az is oda mellett. Jáni Csaba, Végés Csabai, Szenior Kultúra Egyesület. Ideje 3 per 18,24 átadások. Most hova megyünk, papa? Szerintem? Sörözni. Úszodából lemegyünk. És megyünk oda valahova sörözni. Most a villámmedence működés közben. Sörözik a papa valahol, megközelítem. Szatember, meg nem vagy. Akarok, most veszek egy hűtőt, nem akarok olyat venni, amit 5 év múlva vagy 2 év múlva megyünk. Nem ide sütni. Hideg a sör, kérem szépen. Hol? Ez a strandterítés, a körös. Ez a fehér körös. Megoldották a terítést, egyszerű. Itt laknak a rokonok, Lódor Károlyi. De már nem voltak itt hova. Ezek a drágák. Hova mentek? Minden. Hát az is ki ment. Mostan, hogy itt vagyunk, mint a... Jönnek utánunk, mint a... Te főleg hova akarsz menni? Gyere, cica. Gyere, hátul van a cica. Te. Na. Nem macska Jancsi, hát ez pincsike, ugye? Te egy cica vagy. Egy komolyabb cica téged megenne? Nem a, mondjad, kandúrra játszok. Oda nézz, a kamerába nézz. Kis cica. Tücsi. Kutyi. Tücsi! Tudja, hogy ő az. Na. Ez a belső udvar. Egyébként elmulasztottuk, ahogy hívják, a másikat.
elmondani úgyse lehet. Akkor a szomszédba, hát a mamáik laktak itt. Úgyhogy azt a képet le lehet, fényképet. Igen. Ó, de szép. És konyha. És akkor most fölfelé megyünk a lestérbe. És a padlástén. Ó, hát és mindenen a munka nyoma. És akkor innen nyílik egy gyönyörű nagy terasz. Ó, és az annyira mutatós kívülről is. Igen, hát tulajdonképpen mondjuk ez a népség benne, hogy itt a fürdőre is, vagy a fürdő erdő részére. És azok a fák a fürdő fáj. Meg szembe vagyunk a nappal. Mire ez, ha valaki csinálja, ez nem egy, ez egy életmű tulajdonképpen. Hát igen. Feljutsom a villanyt, jó? Ja, talán úgy igen. És akkor itt az esztergálásokat is a Karcsi bácsi végezte, úgy hallottuk. Hát ennek a, igen, hát tulajdonképpen ami mostan van, ennek az eszterga padját is én konstruáltam nagyjából. És ebből csinálják, mert ez így. Egy szoba. És akkor itt használják ezeket a díszítő elemeket, vagy? Európába a bútorokat. Ilyen koloniálnak titulált. Igen, igen, egy kicsit. Bútorokat csinálják, hát ebből jött ki. Elrejtett kémény. És akkor tükör, vitrin. Fajta tetőszerkezet, viszont akkor felemeltük, mert akkor a tető volt, szóval nagyobb lett volna, de viszont ezt a cserepet rátenni arra már nem. Persze, lehet. Igen. Mert akkor volt ez divat, ez a zománcos cserép. És így alkottuk ki a rendszert. Akkor maradjon benne a Karcsi bácsi is, és akkor ez a főbejárat. Biztos ők ügyes kezű. Sajnálom, hogy Robinak a... Állószoba. Fürdőszoba. Igen, hát így azért, hogy itt közlekedünk jóformán mindig a
És praktikus ez a két bejárat is, hogy... Hát az nagyon, körbe kellene minden egyes pillanatba menni, hogyha... Hát függel. Jaj, de szép. Ez az én játékszerem. Kinevettek vele, hogy gics meg minden, és én nekem meg... Én azt hittem, csak szélcsengő, aztán... Mi belettünk ilyen spirális szélforgókat. Amikor vettem, tehát itt tapsolunk egyet, vagy a papucsal csattognak, akkor már mindig... Szia, amiknek van egy ilyen papagáj. Valamit mond az ember, akkor visszamondja. Nekünk de... is volt. Ilyen? Vagy pedig... Nem, egy rendes nagy. Pedig egy telegram. Úgyhogy nem sok érte végül is. Nem, szóval hát egyébként... költözni. Akkor Karcsi bátyám, hát az út kivisz a körbűvére. Majd elmesélem. Na, na. Résztől, mert ugye ilyen kis melléképületek voltak, a nyári konyha, etc. etc. Ezt, amikor már Magdi még él, itt elkezdtem dédelgetni. Társfoltalhátunk megett, ugye mert az alumíniumnál az argonnak a kezdetét nem kezdtük el. És ez a tejkor gyárban kezdődött el minden. Hát ez egy nagyon nagy dolog az alumíniumnál. Viszont egy olyan, hogy ők ezt tegyék fiatal életükbe, ne tegyék. Igen. Mert ez sok volt. A három műszak sok volt. Maga a kertészkedés is én nálam az volt, hogy jó, teremtsünk szépet. De nekem tetszett a zöld növény. Igen, mert... Csak sok munka az, hogy zöld legyen. Igen, hát tulajdonképpen én azt mondtam, hogy ugyanúgy az alkotásba, és azt mondtam, hogy az emberektől távol álljak. Mert elég sok emberrel. Igen. Dolgom. És azt mondtam, hogy jó, mindenkinek adni kell. Hát én nem vehettem el egy szeget, ez az igazság. Mert a szegény fater is mindig azt mondta nekem, hogy ha adni nem tudsz, elvenni ne vegyél, de viszont lopni se lopjál. Mert Pató Pál úr is azt mondta, amit máma nem tudsz elérni, elérsz hónap, ha nem hónap, hónap után. De a becsület életed végén fog észrevenni. És ezt a kis fater úr mondását máma érzem, bárkinek tudok olyat ütni, hogy Kádára is úgy beszéltem én abban az időben is, mint vagy a rendőrt el tudtam ítéltetni, mikor egy munkást megvert, szóval, és hiába mászik én rám, nem volt, én se vagyok egyforma, mert az igazság az, hogy az ujjam se egy igaz. Igen. Követhetek el hibát, de tudomásom, amiben beleköthetnek, amiről én nem tudok, hát kössenek bele, és akkor tisztázzuk. De nem volt. Rendőrt ítéltettem el, azért mondom, hogy ez a múlt időszakban is, ugye, akkor a rendőrség jött, hogy jaj, mert mit is csinálsz te, honnan vette, menjünk el, aztán nézzük meg. Nem, szóval azért mondom, hogy ez egy nagyon valami volt, és máma is hiába okoskodik bárki, itt se tudom azt mondani, hogy ezt én vagy, mire? A Szent Háromság temetőben? Nem. Az unokáim, a leszármazottjaim is. Mindig is ezt mondták a nénémék is, hogy ugye, hogy gyerek nem igen. volt, hogy az unokáké lesz ez még. Igen. Persze, hogy azért. Hát igen. Persze, teremtsük meg, javítsuk, vagy akármi. Na szóval azért mondom, hogy ez egy történelmi fogás. Történelmi? Igen. Robogunk Szarvas felé, Békés Csaba még 11 kilométer. Azt mondja, a domb jön, hogy visszatok 64-ig. Dombra. Ja, bitte. Möchte ich 100 Jahre. Und neben dir, da ist mein Platz. Und bei dir. Schon bloß da
kamerát, csak le nem csinál semmit. Megérkeztünk, és nézzük, illik-e a kulcs a zárba. Hú, de jó meleg van. Hú, de szépen le van takarítva. Jaj. És ön nyert Bodó Antal, egy heti nyaralást nyert. Nyerő.
rakod be az illető minden. Jó, majd többi kiderül. Jó. Jaj, de jó lesz nekünk. Jaj, de itt szokott bejönni a macska. Hát, nagyon jó helyen van kiválasztva. Nagyszerű lesz. De menj, hogy utódik. És hát akkor kezdődik a második honfoglalás. Még egy kis ló is van a batyuba. Nagy kurszatyúrban van a papucsom, abban könnyű kérdés. Kifolyik a kocsiból a sok csomag és batyú és gyümölcs és virág. De itt gyönyörködhet, itt a van. Ajjaj, az öreg asszony szeri ki a virágot a kocsiból. Nagy kaland. Az öreg asszony azért piacozott. Gyulán piacozott. Békés Csabai Tescóba járt át. Mindenkire gondoltunk. Jelünk is.